A sárgamezes Soroksár három veretlenül megvívott találkozó után a pontszerzés reményében érkezett Zalaegerszegre. A hazaiak viszont ezzel ellentétben az utolsó két mérkőzésüket elveszítették, így feltétlenül javítani szerettek volna. Már a 36. másodpercben betalálhattak volna a kék-fehérek. Gyömbér röviden gurított haza, Balázs Zsolt pedig lecsapott a labdára, de lövését végül könnyedén védte Kovács. A túloldalon kollégájának, Szappanosnak már nagyobb bravúrt kellett bemutatnia a 8. percben. Tamási eresztett meg egy nagy löketet 30 méterről, de a zalai kapus fölé tornázta a labdát. Két perc múlva még nagyobb helyzetbe került a Soroksár. Gera kapott jó labdát, majd a 16-oson belülre érve lőtt, de Szappanos ezúttal is a helyén volt és szögletre mentett. A 15. percben az ETE is közel járt a gólhoz. Dubek indításával Ekker lépett ki, Kovács mellett is elvitte a labdát, de végül keresztbe lőtt. Ezzel viszont nem szabadult fel a soroksári kapu, mert Babati visszatekerte a labdát, Balázs Zsolt azonban mellé fejelt. Ezután hosszú ideig csak a középpályán folyt a játék. A vendégek birtokolták többet a labdát, de komoly helyzetbe nem tudtak kerülni. A 29. percben aztán ismét a hazaiak előtt adódott lehetőség. Polényi ívelt be a jobb oldalról, Babati azonban a kapu torkában nem találta el a labdát, így kimaradt az ittszer. A 33. percben aztán megtört a jég. Dubeket könyökölték le 20 méterre a soroksári kaputól. A szabadrugást a sértet vállalta magára, és gyönyörűen csavarta jobb sarokba. 1-0. A 40. percben egyenlíthetett volna a vendégcsapat. Tamási adott be jobbról, középen pedig Valencsik emelkedett, de Szappanos ismét nagyot védett. Így a szünetre maradt az egy gólos hazai vezetés. A második játékrészt a vendégek kezdték aktívabban. A 47. percben Tamási tesztelte 18 méterről Szappanost, de a zalai kapus szögletre ütötte a labdát. Egyre nagyobb erőket mozgósított a Soroksár az egyenlítés érdekében. Az 53. percben Lakatos beadása találta meg a 16-oson belül Valencsiket, de a védő nagy helyzetben fölé vágta a labdát. A 60. percben Tamási szöktette Albertet a jobb szélen, az éles szögből leadott lövés azonban mellé szállt. Két perc múlva Csillag próbálkozott 30 méterről, de Szappanos hárítani tudott. A 68. percben még közelebb álltak a gólhoz a vendégek. Gera már Szappanos mellett is elvitte a labdát, de Polényi a gólvonalon menteni tudott. Az alaiak ekkor leginkább a kontrákra alapoztak, de sok volt a pontatlan átadás, és így komoly lehetőséget nem tudtak kialakítani Kovács kapuja előtt. A vendégek pedig becsülettel mentek előre és próbáltak egyenlíteni. A 74. percben majdnem sikerült is a sárga-feketéknek egalizálni. Ágoston becsúszó szerelése után Lakatoshoz került a labda a 16-oson belül, majd középre adott, ahol Bedi érkezett menteni, de lábáról a saját kapuja felé gurult a játékszer. Végül a zalai védő a gólvonal előtt utolérte a labdát, és megúszta az öngolt az ETE. 10 perccel később aztán eldöntötték a meccset a hazaiak. Gyömbér csúszott el a félpályánál, így Kertész egyedül robokhatott el a bal szélen, majd a felfutó Dubek elé tálalt, aki higgadtan a bal alsó sarokba gurított. 2-0. Egy perc múlva szépíthetett volna a Soroksár, de Fröhlich nagy lövését Szappanos kiütötte. Az utolsó percek már nem hoztak változást. Az egerszegiek biztosan tartották előnyüket, a vendégek pedig talán egy kicsit el is fáradtak a végére. A mérkőzés nagy része kiegyenlített küzdelmet hozott, ám az alaiak pontosabbak voltak a kapu előtt, és a védelmük is, Szappanossal az élen, remekül állta a sarat. A végeredmény ZTE Soroksár 2-0. Az Zalaegerszeg sikerével megelőzte a fővárosiakat a táblázaton.